Szevasz, üdvözlök mindenkire ezen a szép napon, reggelen, délutánon, nyatrunk, hogy mikor nézitek. Én itthon vagyok, nem régértem haza, itt van a Lucas is, szervusz! Ez a Marvel-ös játékkal játszik, ez a Legóval, ez a másik részével, ugyanis most jött ki 3 napja ezelőtt, és ezeket 2 napja ezelőtt. Ezeket a Legós játékokat ugye mindig szoktuk vásárolni, és szoktunk velük játszani, bár ezzel én még nem játszottam. A Lucas ma reggel kezdte amúgy el. Ami nem régettem az a munkából, szokás szerint elfelejtettem mondani a videó ellen, épp hogy csak megzonyoztam magam, megevédeltem, megborotválkoztam, elvágtam magam, ugye szokás szerint itt valahol, látod? Na minden, bejövök ide átul a szobába, ugyanis ez a mai videó nem rendes videó, a címből most már lehet, hogy láttátok, vagy látjátok, hogy elolvastátok, nem ilyen. Szabadságra megyek, mármint a videók, egy darabig nem lesznek videók. Ugye nem megyek szabadságra, mert ugyanúgy fogok dolgozni tovább, de úgy gondoltam, hogy heti egy videót szerintem nem érdemes csinálni, ugyanis azok a videók, azok nem vlogok. A vlogok ugye azok mindennaposak, vagy legalábbis minden másnaposak, ugye úgy mind régen. Tehát heti egy videó, egy ilyen vlogos videó szerintem nagyon nem lehet csinálni. És mivel mostanában kevesebb egy kicsit az időm, ugyanis az iskolát képzeld el, még nem fejeztem be, még van vissza 3 tananyagom, ilyen könyvem, ami minden végén ugye van egy ilyen vizsga, valami, de azt meg kell csinálni, ebbe az évben meg szeretném csinálni, remélem, hogy sikerül, hogyha nem, akkor jövő év elején feltétlen be szeretném ugye fejezni, és ezért, nem csak ezért, ugye más dolgot is kell ugye csinálnom, több dolgot, úgy döntöttem, hogy heti egy videóknak szerintem olyan sok értelme nincsen, legalábbis ilyen vlogos videóknak, úgyhogy egy darabig nem lesznek videók itt a csatornán, csak gondoltam ugye, hogy megemlítem, és ugye megosztom így mindenkivel, persze aki csak ugye érdekel, és majd visszajövök, hogy mikor, azt még egyelőre ugye nem tudom, de lesznek majd videók a jövőben is. A hajó, képzeld el, azt még gyorsan akarom mondani, hát ha valakit érdekel, a hajó még megvan, egészen hétfőig meg lesz valószínű, ugyanis valaki jön és megnézi. Ugyanis már fizetett előleget, képzeld el, fizetett előleget, de még nem látta a hajót. De a képeken annyira tetszett neki, hogy fizetett előleget, és hétfő jön, megnézi a hajót és kifizeti a fennmaradó részt. De nem viszi el, képzeld el, egész hónap végéig itt lesz én nálam. Tehát addig használhatom, akarom, rámehetek, amit akarok, mindent csináltok vele. Ugyanis az illető nem itt lakik a Gold, hanem messze-messze mi tőlünk. Hogy fogja elvinni? Nem tudom, biztos elvitorlázik majd vele, vagy nem tudom. És az utánfutón nagyon ezt nem lehet vinni. Lehet vinni, de ilyen, van ilyen tőkesúly az olyan, amit nem lehet csinálni, vagy kihúzni, vagy semmit. Tehát a vizen tud úszni. Nem, ugye, majd valahogy elviszi. Az már ugye az ő problémája, hogy hogy viszi el. És még mielőtt valaki megint mondja, hogy miért adtad ugye megint el a hajót, azért adtam el, ugyanúgy azért, mint a csónakokat is, mert megveszem ugye jó árért, egy kicsit felpofozzuk, kitakarítjuk, ha kell ugye kifestjük, bár a hajót nem festettük, és egy kis haszont ugye csinálok rajta, ezért veszem, eladom, és mindig más hajó van, tehát én rettentően ugye szeretem ezeket a hajókat, csónakokat ugye vásárolni, mert így majdnem minden héten vagy 2 hetente van egy újabb, egy kisebb, egy nagyobb, egészen addig még meg nem találom az igazit, ami ugye rettentően mondjuk tetszik, és azt nem fogom ugye eladni, ha csak nem kapok érte valami jó pénzt, na mire. De ennyit a hajókról, csak gondoltam, hogy ugye megemlítem a mai videóba, ebben a rövid videóban, ugyanis ez ilyen rövid pár perces videó csak, ha héten ugye megint nem filmeztem semmit sem, tehát ahogy mondtam, szerintem heti egy videót, ilyen vlogos videót ugye nem érdemes csinálni, és majd jövök vissza, ahogy mondtam, hogy mikor, egész pontosan nem tudom, de fogok visszajönni. Addig is mindenkinek meg szeretném köszönni, akik eddig itt voltak és néztétek a videókat, kommentáltatok, megosztottátok, szerettétek, lájkoltátok. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a feliratkozásokat is. Remélem, hogy majd visszajöttök a jövőben, vagy itt maradtok a csatornán, mikor ugye majd visszajövök újfajta videókkal, ugyanis lehet, hogy egy kicsit újfajta videók lesznek, majd meglátjátok. Lehet, hogy egy kicsit változni fog a csatorna, lehet, hogy nem, majd meglátjuk. De majd valamikor jövök vissza, tehát még egyszer mindenkinek meg szeretném tényleg köszönni. Mára ennyit, vagy egyelőre ennyit. Mindenkinek további szép napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni. Attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!